A helyi középiskolákban minden évben tartanak ilyen jellegű előadást. Ez az első alkalom, hogy az általános iskolákat is bevonták a programba. Slavisa Szávics a saját történetén keresztül mutatta be a diákoknak, milyen súlyos következményei lehetnek a felelőtlen döntéseknek. A 18. születésnapom előtt történt a balesetem. Gyorsan vezettem, és a másik autó megelőzése során lesodródtam az útról. Nem volt bekötve a biztonsági öve, így súlyos gerincsérülést szenvedtem, melynek következtében mozgássérült lettem. A mozgás korlátozottság miatt sok minden kimaradt az életemből, ezt szerettem volna elmondani a jelenlévőknek. Megpróbálom nekik bemutatni, mennyi apró, örömteli pillanatot hagytam ki az életemből a felelőtlen és meggondolatlan döntésem miatt. A program az Óbecsei Ifjúsági Iroda szervezésében valósult meg. A mai előadás a közlekedésről elsődlegesen 8-osok számára van előlátva, és az középiskolásoknak, amit már több éve rendezünk meg, mint ahogy ma például az általános iskolában, úgy máskor a középiskolákban is, egész Becset területén, avval a céllal, hogy bemutassuk ma éppen a 8-osok számára, hogy mivel is jár a közlekedés, milyen veszélyek állnak fel, és szeretnénk ezt valami szinten megelőzni ezekkel az előadásokkal. Két óbecsei és egy péterévei általános iskolában tartották meg az előadást, amelyen a biztonsági öv használatának a jelentőségéről, valamint az alkohol és más tudatmódosító szerek vezetés közbeni használatáról is szó esett.